Itt ez alkalomból szeretném nektek megmutatni ezt a könyvet, Mester és Tanítvány, amelynek a tartalom jegyzékében szerepel. Egy prológus, a guru tanítványában maga Isten képmását látja. Ezért csupa áldozat tanítványa iránt. A tanítvány gurujában a korlátozottságai egyetlen menedékét látja és érzi, ezért csupa szeretet guruja iránt. Aztán van egy olyan fejezet, a guru szerepe, a guru kiválasztása, a megvalósult mester. Mi ez? Mit jelent ez? A mester és a tanítvány. Aztán egység a mesterrel. Történetek és színdarabok. Nagyon jó történetek vannak mesterrel, mesterekkel. Aztán pedig a mi útunkról beszél Sri Chinmoy. Az emberiség ősi törekvése egy magasabb tudatállapot, az isteni valósággal való egység elérése. Számtalan kérdésed van, de csak egy válasz létezik. Az út ott áll előtted, és a vezető vár rád. Sri Chinmoy. A könyveinket a sors navishop.hu oldalon találod meg, ahonnan megrendelheted, akkor is, ha külföldön élő vagy. Isten soha nem alszik. Ez egy történeti gyűjtemény, amit gyerekeknek állított össze az Agada tanítvány tesóm. És én ebből az első 20 részt fel is olvastam, amit MP3-ban az honlapomon megtalálsz. És a többit is hozzá fogom olvasni. Úgyhogy ezt a könyvet gyönyörű illusztrációk vannak benne. És ezt a könyvet tulajdonképpen itt csak azért kell megvedd, hogy a gyerek nézze az illusztrációkat, még csak el se kell olvasd. Megmentettelek tőle. Fölteszed neki, és akkor megvan a béke. Rengeteg tanulságos történet, hogy hogyan szeressük Istent, hogyan viszonyuljunk, és hogyan legyünk erkölcsös, jó emberek. Isten soha nem alszik. Milyen jó neki, és nekünk, hogy ő nem alszik. Nem múlhat el egy fesztivál, vagy nem múlhat el egy előadás, nem múlhat el egy megjelenésünk sem, hogy a futás szó ne forduljon elő, és akkor ezt most a könyv formájában meg kell tennem, mert a mi útunk a meditáció és a sport, és főleg a futás. Ez a könyv a külső futás és a belső futás. És arról szól, hogyan hozd elő belső képességeidet a sportban,
És rengeteg kérdés van, amelyekre a guru válaszol. Mint tudjuk, Sri Chinmoy sportoló volt, hosszú távfutó volt, azon kívül, hogy spirituális mester volt. Ez a könyv arra rendeltetett, hogy ösztönzésként szolgáljon futóknak, atlétáknak, és mindazoknak, akiket érdekel a sport és a testi erőnlét. Célul tűzi ki, hogy arra bátorítsa az embereket, váljanak még lelkesebben érdekelti a saját egészséges fejlődésünkbe, testi, pszichikai és spirituális szinten egyaránt. Ez Ted Corbett, a hosszú távfutás atya mondta erről a könyvről. Van még egy idézet Carl Lewis-tól és Jesse Owens-től, amit biztos nem jól ejtek ki, de tudjátok, kiről van szó. Köszönöm. Sri Chinmoy szívvirágok. Szívvirágok volt az első könyv, amit Magyarországon kiadtunk annak idején, és az még az első kiadás tele hibákkal volt, ami a nyelvtant illeti, és a mondatszerkesztést is, mert annak a fő rendezője én voltam. Ez egy új kiadás, és én nagyon-nagyon örülök, hogy most megvan, javított jó formában, és ez egy csodálatos dolog. Minden hónapban egy tulajdonságról van szó, most május lévén, május a béke, a májusi hónap a békéről szól, és ma van május 24-e. Egy biztos. A béke nem a mennyország kizárólagos monopóliuma. Földünk rendkívül termékeny. Itt a földön mérhetetlen mértékben ültethetünk el békét. Melyek azok a dolgok, amelyek a külső világban akadályoznak bennünket a béke megszerzésében? Önmagunkkal szembeni engedékenységünk a testvilágában, önmagunk felnagyítása a vitális világban, önbizalmunk hiánya az elme világában, meg nem felelésünk érzése a szívvilágában, akadályoznak meg minket abban, hogy a külső világban békére lejünk. Ha a külső világban béke után vágyódsz, akkor belső életedben energia cselekvéssé kell válnod. Minden napra ezeket a szövegeket elolvashatod. Ismételten elmeditálsz rajtuk, és csodálatos, friss, békés tudatállapotot adnak neked. Április a tisztaság, és így tovább minden hónapban valami más. Szívvirágok. Az öröm szárnyai, útkeresés a belső harmóniához. Ebben van egy ajándék, zenei CD, Sri Chinmoy zenéjével.
Ez a könyv a spirituális életet átfogja, és egy olyan szinten és olyan módon tálalja azt, amely minden értelem számára elfogadható. És csodálatos bölcsességek, tanácsok vannak bennem. Ha meg akarod érteni önmagad, ne vizsgáld, csak szeresd magad. Őszintébben, lélektelibben és odaadóbban. Szép. Egy csupa szeretet élet. Az élet nem más, mint a szeretet kiterjedése. Úgy tudunk isteni szeretetet gyakorolni, ha belépünk a forrásba. A forrás tulajdonképp Isten, aki csupa szeretet. És így tovább. Az ember természetétől fogva szeret, csak még fel kell fedeznie a szeretet valódi tárgyát. Ez a keresés ráébreszti őt valódi énje beteljesedésére. Az öröm szárnyai. Könyveinket megtalálod a sorsnavi.shop.hu oldalon, és mindegy, melyik országban élsz, megrendelheted oda is. Köszönöm.